akkor ez így működik. A anyanyelvem az egy anyanyelv, és szlovák nyelv az egy idegen nyelv. És ugyanúgy lehet tanulni angolul, úgy lehet tanulni, mit tudom, szlovákul, németül, bárhogyan. Az nem elég az, hogy veri a mellét, de jártassa a gyerekét magyar óvodában, magyar iskolában. És utána egy középiskola már lehet szlovák. És miért de fontos? Ez fontos, hogy megtanulja a anyanyelvet irodalmi szinten, hogy olvasson verseket, hogy olvasson regényeket és más műveket anyanyelven. Ez fontos. Utána lehet bármilyen idegen nyelvet tanulni. Lehet tanulni franciául, lehet tanulni szlovákul, lengyelül, oroszul, bármilyen nyelven. De az anyanyelv az egy maga, amire utána csak lehet építeni.